a mágneses mező szerkezetének a vizsgálata. Kísérletünkben egy tekercsnek a mágneses mezőjét szeretnénk szemléltetni. Ehhez egy nagyméretű tekercset használunk, amelyet egy áramforrásról fogunk árammal ellátni, és egy rút segítségével több iránytűt fogunk felhasználni arra, hogy megnézzük, hogy milyen lesz a mágneses mező a tekercsben, illetve körülötte. Nincs más dolgunk, mint hogy kapcsoljuk, helyezzük áram alá a tekercset, és ha belehelyezzük az iránytűket, akkor jól láthatóan mindhárom iránytű azonos irányba fordulva veszi föl a nyugalmi állapotát. Kísérlet szerint végezzük el a kísérletet úgy, látszik, hogyha lekapcsolom az áramot, akkor hát most valószínű, hogy északi irányba áll a tekercs. Tehát megcserélve a polaritást, nézzük meg, hogy mi fog történni, ismét áram alá helyezem. Nagyon jól látható, hogy az iránytűknek az iránya megváltozik. Ez eddig, ugye nekem jobbra mutatott a piros vége, az északi vége, most az délre fog mutatni. Meg kell várni, míg lecsillapodik. És akkor nagyon jól látható, ellentétes polaritás esetén az iránytűk ellentétes irányba állnak. Hogyha kihúzzuk a rendszert a tekercsből, és mellé helyezzük, figyeljük meg az iránytűket, igen, elég kicsi a mágneses mező, lehet, hogy egy nagyobb feszültségre lenne szükség. Látható, hogy itt pedig a belsejéhez képest ellentétes irányba helyezkednek el az iránytűk. Tehát visszahelyezve a tekercsbe, meggyőződhetünk róla, hogy ugye most a pirossal az északi pólus az felé mutat, a tekercsen kívül pedig pontosan ellentétesen. Ha ezt a tekercsnek ezen az oldalán végezzük el, akkor ott is ugyanazt fogjuk tapasztalni. Jó, a kísérletben változtathatjuk a tekercs menetszámát, helyezhetünk bele vasmagot, többféle módon elvégezhetjük a kísérletet, és akkor a tapasztalatainkat a munkafüzetbe pedig leírva ott meg tudjuk válaszolni az ott feltett kérdéseket. Ezzel a kísérletet befejeztük.